Olyan jó érzés, amikor tele van a tankom benzinnel. Érzem, ahogy az energia átjárja a csöveimet. Energia mi? Mit szólnál egy versenyhez? Az győz, aki először ér a kapuhoz. Benne vagyok. Készen állsz a vereségre, rozsdarém? Álmaidban, mókagyáros. Nyertem. Tessék, dehogy nyertél, az én orrom volt a célban előbb. Lehet, de a létrám már rég előtted volt. Én mindent láttam. Egyértelmű, döntetlen. Habár hamarabb a kapuhoz értek, ha padlógázzal rajtoltok el, gyerekek. Rocky, örülök, hogy látlak. Hogy kerülsz te ide? Nem az állomáson kéne lenned? Én úgy vélem, vészhelyzet esetén az utódom kiállja a próbát. Az utódod? Úgy van, a főnököm szerint megöregedtem, ezért lecserélt egy fiatal, forrófejű sportautóra, akin épp hogy csak megszáradt a festék. Rocky, egy sajnálattal hallom. Semmi gond, ez előbb-utóbb bekövetkezne. Mit fog csinálni ezután? Ki tudja, talán keresek egy szép helyet, ahol pihenhetek, és rozsdásodhatom. Szegény Rocky, annyira sajnálom. Bár csak tehetnénk érte valamit. Tudom már. Hé, Rocky, nincs kedved segíteni nekem egy kicsikét? Ez komoly? Persze. Tudod, a te tapasztalatoddal biztos tudnál adni nekem néhány tanácsot. Pár tanácsot? Fiam, én mindent tudok, amit egy rendőrautónak tudnia kell. Biztosítalak, nem fogod megbánni. Te leszel a legkiválóbb rendőrautó... nos, utánam... Rocky Melon újra a csúcson! Itt a segélyszolgálat. Tessék? Ó, értem. Már is úton vagyunk, vétel vége. Figyelem, rablás történt a pékségben. Ez nem hangzik túl jól. Rajta, Fiona, itt az idő. Mentőakció indul! Szervusz, mondd, mi folyik itt? Valaki elvitte a sütijeimet! A csodálatos, frissen sütött sütijeimet! Micsoda csapás! Nyugodj meg, Béni! Itt morzsa maradványokat látok. Fiona, te segíts Béninek rendet rakni, én addig igyekszem elkapni a tolvajt. Jól hangzik! Később találkozunk. Aha! A morzsanyomok a sarok felé vezetnek. Megállj, vagány, Vili! Te loptad el a sütiket! Kapjál, ha tudsz! Állj meg, tolvaj! Megállj, törvényszegő! Kapcsold ki, Pali! Innen átveszem! Tanulj a mestertől, hogy kell tolvajt fogni. Először is légy jó helyen, jó időben. De én voltam, aki... Na mindegy. Kiképezlek, ne aggódj! Nem sokára olyan jó leszel, mint én. Ébresztő fel, biztos úr! Kezdődik a kiképzés. De Rocky, hajnali 4 óra van. A legjobb idő a motor beizzítására. Gyerünk, pöccincs be gyorsan! Keringesd a benzint! Mozgás, mozgás, mozgás! 18, 19, 20! Még egyet? Van még szufla azokban az abroncsokban. Bal, jobb, bal, jobb! Ez az! Táncolj, Pali! Pali? Táncolok már, Rocky! Táncolok! Pali, én vagyok az Fiona. Szia, Fiona. Szörnyen festesz, Pali. Ne engedd Rockynak, hogy agyonhajtson téged. Mondd meg neki, hogy kicsit lazítson a gyeplőn. De tényleg segíteni akar. És én nem szeretném őt megbántani. Majd én beszélek vele. Komolyan? Te megtennéd, értem? Hát persze, majd finoman adom az értésére. Szervuszok! Kész vagy a következő tréningre, Pali?
Hé, Rocky, nem vinnél el most engem egy menetre? Rendben van. Versenyzünk a kereszteződésig? Rocky, szeretnék valamiről beszélni veled. Palinak talán nincs szüksége ilyen sok tréningre. Ugyan? Pali nem kér a segítségemből? Többé nincs is szüksége rám. Megyek, megpihenek azon a földön. És rozsdásodok. Ne, várj! Én csak azt akartam mondani. Ne erőlködj! Tökéletesen értek mindent. Biztos. Kissé féltékeny vagy Palira, mert te is szeretnéd, ha segítenék. Biztos? Hát persze. De... Egy szót se többet. Szívesen kiképezlek mind a kettőtöket, jó? Oh. 88, 89, rajta, hadd halljam a kipufogókat! Fényes nappal aludni? Hé, ti ketten, ha-ho, ébresztő! Egy, én táncolok, két, Rocky, négy, táncolok! Elég volt, nem hagyhatom, hogy a legjobb mentőjárműveim aludjanak. Mi lesz, ha valódi riasztást kapunk? Igaza van, ez kezd veszélyessé válni. Így van, beszélnünk kell Rockyval. Egyetértek, vajon hol lehet most? Rocky, egy lángész vagy. Erre van szüksége Palinak és Fionának. Egy váratlan riasztással próbára teszem őket. Eljátszom, hogy elromlott a fékem, és mire megérkeznek, persze rekordidő alatt, belátják, hogy megérte a kemény kiképzés. Itt a segélyszolgálat. Hogyan? Rendben. Vétel vége. Figyelem! Elromlott egy jármű fékje, és egyenesen a kikötő felé tart. Igyekeznetek kell. Rajta, Pali! Itt az idő! Mentőakció indul! Nem kell úgy sietned, Rocky fiú. Adj nekik egy-két másodpercet, hogy utolérjenek. Jaj, ne! Nem tudok lassítani! Most tényleg elromlott a fékem! Segítség! Kitartás, Rocky! Már is ott vagyok! Ez tökéletes. Állj meg, kérlek. Bocs, Tommy. Ezeket kölcsönveszem. Nagyon sajnálom. Ez igazán buta ötlet volt. Többé nincs szükségetek az én segítségemre. Nagyszerűen végzitek a munkátokat. Semmi baj. Gyere, menjünk vissza az állomásra. Azt hiszem, leparkolok az állomás mögött, és hagyom, hogy rozsdásodjak. Szépen halkan. Rocky, a főnököt hívott. Az utódot felmondta az állást. Visszavárnak téged. Ó, igazán. Nos, ezt még át kell gondolnom. Jól van, hát gondoltam, indulok is. Rocky Melon újra a csúcson! Úgy örülök, hogy végül minden jóra fordult. Végre nem lesztek olyan fáradtak. Pali! Fiona! Jaj, ne! Már megint! Na jó, egy picit szúnyókálhatnak. Kiérdemelték. Figyelmet kérek! Ismertetem az év legsegítőkészebb lakója versenyrészleteit, melyet én eszeltem ki egy nagyszerű ötletből tőlem. Nagyon köszönöm. Hurrá! A verseny első szakasza eddig ragyogóan ment, egy-két balesettől eltekintve. Segítség! Beragadtál, igaz? Jó, hogy már itt is vagyok. A levél elsöprés mindig hasznos munka. A polgármester díjazni fogja az újrafestést. A sárga amúgy is a barátság színe. A
Ah, már is barátságosabbnak érzem. A mellifogásoktól eltekintve remekül mennek a jó cselekedetek. De még mennyire? Jól lehet, mostanra két rivális jutott a verseny döntőjébe. Pali és Fiona! Hajrá! Amit a tegnapi káprázatos munkájuknak köszönhetnek. Jaj! Segítség! Ne aggódj, Robi, már is lehozunk. Jaj, ne, túl rövid a létrám. Tarts ki, Fiona, majd én segítek. Szerencsés vagyok. Köszönöm nektek. Ugyan, semmiség volt. Igen? Azért megnézném, mennyire élveznétek odafent a tetőn. Ám van egy kis bökkenő. Noha Pali és Fiona pompásan működnek együtt csapatként, csak egyikük nyerheti meg a versenyt. Nem oszthatnánk meg a díjat? Remek ötlet. Nem, ezúttal külön kell versenyeznetek. Különben hogy deríthetném ki, ki a legsegítő készebb? Rendben, ha maga mondja, polgármester, mindketten küzdeni fogunk. Sok szerencsét, Pali. Neked is, Fiona. Győzzön hát a legjobb jármű! Kaptál már riasztást, Alíz? Már tizedszer mondom, hogy nem, Pali. Ma minden csendes és nyugodt. Hogyan vigyek véghez jó tettet, ha nem segíthetek senkinek? Talán kereshetnél magadnak tennivalót, ahelyett, hogy összepiszkítod a járdát a gumiddal. Rendben, sajnálom, itt sem vagyok. Még egyszer, bocsi. Állj! A törvény nevében! Jól van, Klára, most már mehetsz. Köszönöm, Pali. Jó cselekedetekből sosem fogyok ki. Ó, ahogy látom, már is szerzi a jó pontokat. Jobb lesz, ha csipkedem a lökhárítómat, és keresek valakit, aki segítséget szeretne. Ez klassz. Csak annyi a dolgom, hogy segítségre szorulókat keresek, mert minden jó tett számít. Észre sem veszem, és simán megnyerem ezt a versenyt. Lent is vagy? Nagyon szívesen, kis pajtás, viszlát! Azt hiszem, jobb lesz, hogyha belehúzok, mielőtt Fiona húz el előttem. De nem találok senkit, akin segíthetnék. Mi tévő legyek? Aha! Jól van, cicus, most már nyugodtan átkelhetsz. Azt mondtam, hogy átmehetsz. Menj már át, te macska! Örülök, hogy segíthettem. Ha, most már mehettek. Köszönöm, hogy megálltatok. Ha, micsoda zűrzavar. Lefogadom, hogy Fiona nagyobb szerencsével jár nálam. Vészvonzó, jöttem, hogy megmentselek. Köszi, Fiona, de inkább maradnék egy kicsit falatozni. Nem, vészvonzó, téged meg kell menteni. De miért? Hát, mert a végén még fentrekedsz, és sosem jutsz le onnan. Ha, igazad van! Segítség! Segítség! Egy fa tetején rekedtem! Ó, te jó ég! Ó, te jó ég! Ó, te jó ég! Ó, köszönöm, Fiona! Ó, még jó, hogy lehoztál onnan. Semmi pánik. Most már megnyugodhatsz. Tökéletesen, csak előtte felmászok a fára, és ezek még egy kis almát. Oh, trábidábidi, trábidébidú, trábidábidábidú. Rendben, de légy nagyon óvatos azon a fán. Ez aztán buta ötlet volt. Jaj, nekem. Pali, Fiona, biztos jobb nálam. Keményebben kell próbálkoznom. Túl nagy a rakományod, Tracy. A felét le kell borítanod. De miért? Hogy pihentesd a hátadat. Pihenjek? Hogy a csodába pihenjek, ha most két utat kell megtennem a folyóhoz? Csak segítőkész vagyok. Nem vagy. Hottagot! Vegyenek hottagot! A tűz veszélyes üzem, Herbie. De én azzal főzöm meg az ételt, Fiona. Ezzel most nem segítettél. Gyorsíts! Túlságosan lassan gurulsz. Te meg hajtsd lassabban.
Használd az indexet, hallod? Ti meg fejezzétek be a dudálást. Ah. Fiona, hát te mit művelsz itt? Csak tisztán tartom az utat. De hát ez az én rakományom volt, ami most már sár. Ó! Gyere ide, kis pillangó! Nem bántalak. Legyünk barátok, rendben? Ó! Jaj, ne! Segítség! Jöjjön valaki! Segítség! Tarts ki, Klára! Értesítem a mentőállomást! Vajon mi tart ennyi ideig Palinak és Fiónának? Itt a segélyszolgálat. Igen? Hogyan? Klára a folyóba esett? Azonnal küldöm a segítséget. Vétel vége. Mentőakció indul! Ó, egek. Ez így nem lesz jó. Mi a baj, Alice? Fiona és Palin nincsenek itt, és Klára a folyóba esett. Jaj, ne! Segíthetünk valamiben? Vészvonzó, ez egy ragyogó ötlet. Robogjatok le a folyópartra gyorsan! Mentőakció indul! Valahogy nem jó érzés ezt az ő csőréből hallani. Ne félj, Klára, itt vagyunk! Hú! Szevasz! Vészvonzó, ez miféle segítség? Elszórakoztatom, hogy ne érezze egyedül magát. Ó, rendben. Egy kicsit balra, Benő. Még egy kicsit. Most le. Jó lesz? Ez az. Klára, drágám, te reszkedsz. Gyere gyorsan, hazafuvaroznak. Figyelem, városlakók, eljött az idő, hogy végre kihirdessem a verseny győztesét. Polgármester úr, egy pillanat, ha szabad. Jó. Feltétlenül. Fionával átbeszéltünk mindent, és úgy találtuk, hogy nem voltunk túl segítőkészek tegnap. Mi több súlyosbítottuk a dolgokat a legtöbb esetben. Annyira elkapott minket a győzelem heve, hogy nem tudtunk segíteni, amikor Klára bajban volt. Ezért Palival úgy döntöttünk, hogy mindketten kilépünk a versenyből. Micsoda? Várjatok, de akkor ki volt az év legjobb segítője? Mindenki az volt. Teljes szívemből egyetértek. Tudjátok, mindenkiből lehet hős, nem kell hozzá tűzoltó vagy rendőrautónak lenni. Mindnyájan segítőkészek vagytok a magatok módján, de ha összetartotok, annál is többet segítetek. Ezért mindenkinek átnyújtom a legsegítőkészebb város díját. Hurrá! Magamnak pedig a legjobb polgármester díját, az ötletért, amit kitaláltam. A ma esti záró ünnepséget a rezidenciámon tartom. De jó! Hú, de jó! Nagyszerű! Tadidadidadidu, tadididiri, tabidabidabidu. Micsoda nap! Egy felhő sincs az égen, egy gond sincs a vidéken. Tappatipu, ha! Tappatipu, igen! Jaj, és most jön a kedvenc részem, a habkezelés. Vajon miért szögdítsel olyan boldogan, vészvonzó? Tappatipu, ha! Tappipiti, hoppa, au! Ha? Vészvonzó, megyek, segítek! Jól érzed magad, vészvonzó, elképesztő nagyot estél. Micsoda balszerencse! Nem vettem észre azt a kiállókövet! Az olajteknőjét azt hiszem, hogy pontosan sikerült elhasalnod egy négy levelű... Lóhere előtt! Lóhere! Már hallottam hírét, úgy tartják szerencsét hoz! Nos, egyesek hisznek benne. Ami azt illeti, az én nagybácsim bátyja, anyai ágon, a neve Pehes Szarka, talált egy ilyet réges-régen. Pehes Szarka egyedül élt. Még nem egy napon kertásás közben felfedezett egy négy levelű lóherét. Ettől kezdve Pehes Szarka roppant szerencsésnek mondhatta magát, amíg a kalapján viselte a négy levelű lóherét. És most én is ezt fogom tenni! Szia, kis lóhere! Ezentúl a neved legyen... Ralph! Mindenhová magammal foglak vinni, mától kezdve én leszek a világ legszerencsésebb madara!
De vészvonzó, a babonákkal az a helyzet, hogy nem igazán... Meg fogja változtatni az életemet, mint egy bele Ralfi! Ez az, Ralfi és vészvonzó összeillenek, legalábbis szerintem. Tábidábidú, tábidábidí, tábidábidábidú. Lépkedek az utcán, lépkedek az utcán! Én vagyok a király! Lépkedek az utcán! Szia, vészvonzó! Hello, Harry! Ó, oh, Harry! Jaj! Ne, 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 ne! Ó, a festésem! Te jóságos ég! Ó, majdnem csupa sár lettem. Szép sárpakolás, poroszka. Mi ez? Algás hínáros kéregmaszk? Nagyon csinos. De kislány, ez nagyon büdi. Na, szióka. 99 szép benzintank, 99 benzintank. Adj nekem egyet, ne tétovázz. Maradt 98 benzintank. Jobb lesz odafigyelnem. Kezd kissé szelesre fordulni ide fent. Vigyázz oda lent! Ez itt az első levél, mellette a második levél, és persze itt van a többi levél. Elneveztem őket harmadiknak és negyediknek. A négyessel szoros a viszonyom. Szevasz, négyes levélke! Micsoda szerencse! Épp Lisztre volt szükségem a ma esti pitémhez, így el se kell mennem az ABC-be. Nyertem! Tábirábidi, tábirábidú, lá-lá-lá-lá-lá. Miért kell a gödröket ilyen mélyre ásni? Na csokja a kedvencem a fagyik közül! Szerencsé, hogy Iris eltett nekem belőle. De Irisnél mindig van csokoládé fagylalt. Na ugye, az még nagyobb szerencse. Szuper a négy levelű lóherém. Úgy vélem, vészvonzó túl nagyra tartja a szerencse növényét, nem de? Ó, szervusz, pici méhecske, de helyes vagy. Remek, most tele vagyok földdel. Én nem! Látod? Engem Ralfival tökéletesen elkerülnek a veszélyek! Na hát, ez brilliáns ötlet! Hé, derítsük ki, mennyire kerülnek el engem a veszélyek! A három madárka jól fog szórakozni! Lépkedek az utcán, lépkedek az utcán! Én vagyok a király! Lépkedek az utcán! Yeah! Nos, a kísérlet neve, nézőpontváltoztatás. Jaj! Jó, hogy itt vagy, Ralph. Semmi baj nem történhet, amíg velem vagy. Dabbi-dabbi-du-wa! Dabbi-du-wa! Yeah! Dabbi-dabbi-du-wa! Itt a segélyszolgálat. Igen? Nagy ég! Értem, rendben, vettem, vége! Figyelem! Vészvonzó varjú a telefondróton sétál a belvárosban! Ó, ez komolyan hangzik! Jobb, ha már is indulunk! Itt az idő! Mentőakció indul! Dabbi-dabbi-du! Wah! Hopp! Yeah! Oh. Oh, jaj, ne! Ez az apróság nagy bajba kerül, és fogalma sincs róla. Nos, tudjuk, hogy tartja a mondás, a szuperképesség nagy felelősséggel jár! Megmentelek, barátom! Meg vagy, kis barátom! Ó, vészvonzó, mondd mégis, mi a csodát művezte odafent?
Ne aggódj, Pali! Nem esett semmi bántódásom! Itt van velem Ralph, látod? Ralph, ne! Már nem véd a lóherém! Tessék, vészvonzó, itt van a létra! Nem, nem megy! Nem merem elengedni! Elvesztettem Ralphit! Ó, hé, álljunk csak meg! Vagyis... Éha! Hát nem csodálatos? Ralphi pontosan a sapkádra esett, varjú! Komolyan? Persze! Nem hihetetlen! Ez annyit tesz, hogy ezentúl minden rendben van! Hogy nem, igazad van! Fuh, ez aztán a szerencse! Minden a legnagyobb rendben lesz! Hallottad ezt, Harry? Biztonságos lábakon lógsz! Hé, Ralphi nem is esett vissza a sapkámra! Sajnálom, vészvonzó. Csak meg akartam mutatni, hogy a szerencse fejben dől el, nem a lóherétől függ. Igazat mond, vészvonzó. Az is bevált, amikor azt hitted, hogy rajtad van a lóhere, pedig egyáltalán nem ez történt. Na hát, azt hiszem igazatok van. Én mindig is nagyon szerencsés voltam, de azért hiányozni fog az én Ralphim. Hát, esetleg kereshetnénk együtt egy másikat. De sose feledd, hogy a szerencse belülről fakad. Nincs köze a tárgyakhoz, vagy a hiedelmekhez. Persze, tudtam én! És tudod mit, vészvonzó? Nem csak szerencse lakozik benned. Hatalmas jó szíved van, mert meg akartad menteni a hörcsögöt. Gondoljátok? Tudjuk. Nos, ilyen hű barátokkal úgy érzem, én vagyok a földkerekség legszerencsésebb varja, és most, hogy újra ilyen szerencsés vagyok, van kedve valakinek bungee jumpingolni egyet? Nincs! Forró parázson járni? Nem! Mit szóltok a bázisugráshoz? A csípős paprika evéshez? Nem! Extrém limbózáshoz? Bálnaetetéshez? Na és bikaviadalhoz?